Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, kedves megjelentek! Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a mai parkoló átadásán. A Vizikék óvoda, a Sport utca 468-10-es épület és az Ifjúság utca 2ABCDE épület által határolt területnek a korszerűsítése keretében ma átadunk 23 parkolót. De mielőtt elmondanám a bevezetőmet, addig hadd köszöntse Önöket a Vizikék óvoda kékcinke csoportja. Sztündér virágot hoz, ő ébreszti fel a fát, ő kiabál fel a napnak, és ő vígan süt rám. Nyárt leány a táncra perdül, pancsol mind a gyerekek. Fény ruhája megserezdül, már a homokban hentereg. Őz anyóka barna ingbe, száz levél közt állogál, Szél királyfi aladiben, megszögött a sárkányárfa. Őszi lombok mind lehullnak, télapó is erre jár. Jaj a rókának, jaj a nyúlnak, és a varjú mondja kár. Mondd csak, rátom. Elkísérsz majd hét határon, úgy fogsz engem szeretni, hogy soha nem akarsz majd engedni. Szeretném, ha rám nevetnél, szívemből úgy szeretnél. Sírnélek, simogatnál, szívemből is szívet adnál. Köszönjük a kék cinkéknek, és ezért megérdemeltek egy csokit. Ha visszajön a Gevi bácsi, tartsátok a markottokat érte, jó? Köszönöm szépen, és azt gondolom, hogy az egyik legilletékesebb kiskör beszélt, hiszen a óvodájuk előtt nagyon nagy tumultus van, és persze a két épületnek is problémát jelentett a parkolás. Most 23 parkolót sikerült létrehozni, de további elképzelések vannak itt a házak körül. Ugye az egyik a bejárat, nagyon régi probléma, hogy nincs gyalogjárda, és itt még egy jelentős számú szülő és gyermek közlekedik. Tervezzük azt, hogy kiszélesítjük azt az utat, és az útnak a keleti oldalára egy gyalogjártát is készítünk, és úgyhogy autók jobban elférjenek, hogy az önkormányzat megvásárolta a volt teniszpályát, és a teniszpályának a északi vonalába még egy olyan 20-30 parkolónak az elhelyezése és terve van véve. Tehát ez a környezet itt így kialakul, megszépül. Persze ezzel azt jelenti, hogy a két épülethez jövő és lakó embereknek is korszerűbb lesz a közlekedése és a parkolása. És reméljük, hogy a fejlesztések további része lesz majd a Vizikék óvodának a megszépülése, hiszen pályázatunk több is bent volt, most is bent van, úgyhogy reméljük, hogy elkészül, hiszen a külső homlokzat, az udvarfelújítás, belső akadálymentesítések, és itt van ez az uszoda, ami aztán pályát ritkítja a városok között, egy szilárd tetővel való lefedése is napirenden van. Ha megint nem nyerünk, annak az oka a politika lesz, de akkor is lépünk valamit, úgyhogy reméljük, mások is észreveszik, hogy nagyon megérett a felújításra ez a Vizikék óvoda. Úgyhogy én most többet erről nem is mondanák, átadom a polgármesternek a szót, adja át ezt a 23 fős parkolót és a hozzájuk tartozó zöldeket. Kedves barátaim, én is mindenkit nagy tisztelettel köszöntök. Ugye a 791., a 792. és a 793. közlekedési létesítményt adjuk át. Ugye 23 parkoló, ahogy az alpolgármester mondta, egy járdaszakasz és parkosítást is végeztünk, nem nagy volumenben, hanem inkább kicsiben, de hát most ennyire tellett. Maga a munka az 5,5 millió forintba került. Ugye önök ismerik a mi programunkat, a mi elképzelésünket, hogy meghirdettük a házunk tája programot. Ugye ott először a háznak kell elkészülni, a ház felújítása a cél, és a ház felújítása, ha megvalósul, akkor utána a környezetet tesszük rendbe.
Most itt egy kicsit megelőztük magunkat, mert ugye a Sport utcai épület egyik fele az fel van újítva, de a többi épületek nincsenek. Tehát én arra kérnék mindenkit, akik ezekben az épületekben lakik, hogy újítsák fel az épületeket. Ugye 50%-os támogatást biztosít hozzá az önkormányzat, és városszerte több mint 6000 lakást felújítottunk. Ne maradjon ez így, ahogy most van. Ugye ez most, hát hogy úgy mondjam, ugye ünnepelünk, de azért ez nem szép környezet. Ez nem szép környezet. Ugye itt van ez az óvoda, amiről az apolgármester úr beszélt. Hát ez az egyik épület, amivel kapcsolatban Fenyvesi Zoltán hazudott. Ugye ő azt hazudta, hogy támogatta az önkormányzat pályázatát, aztán nem nyert. Ugye hát tudjuk, hogy hogy támogatta. Úgy támogatta, hogy nem javasolták, és ő a nemet támogatta. Hát ugye aki a nemet támogatja, az nem javasolja az egészet. Tehát ilyen hazugságnak azért nem dőlünk be. Ez az egyik épület. Ugye még két óvodánk van, amivel kapcsolatban ő ezt elsütötte, meg két iskolánk, úgyhogy épületenként el fogjuk ezt majd mondani, amikor majd odaérünk, de most csak ezzel foglalkozunk. De a Lipuság utcai épületet, lakóépületet is fel kellene újítani. És hát kérem a tulajdonosokat, hogy az Új Élet utcai motelt is újítsák fel. Már levelet írtunk a tulajdonosoknak, de hát különböző kifogásokat keresnek. Vannak eszközök az önkormányzat kezébe, hogy ezt ösztönözzük, és ez megvalósuljon. De jobb lenne, ha ezeket az ösztönzőket most még nem kéne alkalmazni, és kérjük, hogy tegyék rendbe ezt az épületet, és ajkának ez egy szép színfoltja legyen, ne pedig ez a bádogtetős megoldás, egy ilyen hullámpala megoldás, hát ez nem ebben a környezetben való, és a homlokzata sem megfelelő, a környezete az meg még kevésbé megfelelő, úgyhogy elvárjuk a tulajdonosoktól, hogy ezt valósítsák meg. Aki ebben részt vesz, azt támogatjuk, hát aki nem vesz részt, ott más eszközöket alkalmazunk. Kedves barátaim, ugye apolgármester úr szólt még itt az egyik fejlesztésről, de már olyan stádiumban vagyunk, hogy tudom mondani, hogy a régi súlyfürdő helyén egy új szociális otthont fogunk építeni, egy komplex létesítményt, amit még az önkormányzat ugyan nem hagyott jóvá, de a fejlesztés már olyan stádiumban van, hogy lehet róla beszélni, és annak a tájolása, elhelyezése után nyílhat majd lehetőség azokra a parkolókra, amiről az alpolgármester úr beszélt. De önöket nyilván az is érdekli, hogy itt majd még mi fog történni. Hát egy úgynevezett Új Élet utcai projektet szeretnénk majd elindítani, aminek mentén a kaszinó is megújulna, és a kaszinó melletti területet pedig azt egy új bölcsödére, egy új bölcsöde építésére használnánk fel, és egy nyugdíjas házat is szeretnénk építeni, ami ugye nem olyan, mint az otthon, az ugye állami intézmény, ez pedig olyan konstrukcióban tervezzük, tehát szeretném ezt mondani, hogy tervezzük, hogy megépítenénk ilyen kis lakóegységeket, és azokat majd értékesítenénk a nyugdíjasok felé, aki erre igényt tart, és a mi felméréseink szerint van erre igény. Én köszönöm önöknek, hogy ilyen szép számon megjelentek, hogy támogatnak bennünket, tegyék ezt különböző módon, a megjelenésükkel, vagy azzal, amikor lefekszenek, akkor rágondolnak a szeretett városukra, vagy a sajtóhasábjain a különböző küzdelmekbe, vagy más módon, ugye kiki a maga módján választja meg ezt a lehetőséget, valakinek az is elég, ha kezet fogunk, van, akit meg kell veregetni, van, akit le kell szúrni, és azt gondolom, hogy igen, változatos ezeknek az eszközöknek a sora, de támogassák Ajka város fejlődését, és ezzel a mi életünket hát szebbé, jobbá tudjuk tenni, ehhez persze jó egészséget kívánok, és élvezzék az életet. Köszönöm szépen, és megkérek két hölgyet, akik közös képviselők az Ifjúság utca 2-be, Mihályfi Gábornét és Nardainét, hogy formálisan vegyék át ezt a parkolót. Köszönöm.
Köszönjük szépen, polgármester úr, sokkal biztonságosabb lett most itt a közlekedés. Esetleg azt hogy kérdezzem meg, hogy ott nem lesz-e valami változás, hogy nem lehet ott parkolni a kerítés, vagy az obi mellett, mert itt a kanyarban nem lehet bejönni. Előbb beszélt a polgármester úr, hogy egy járdát is egy járdát, de az ott a ház. És autók nem állnak ott és az ablak alatt. Nem igen, és jó, nem köszönjük. De ezt szépen akkor lehet megcsinálni, ha a másikat is megcsinálni. A másik polgármester úr megcsinálja. Együtt a kettőt, jó. Igen. Köszönjük szépen még egyszer. És köszönöm szépen. És akkor várjuk át ezt a szalagot. Azt, hogy átadom az annak a lehetőséget. Két, egy darabot, egyik is, a másik. Van elkötelezettség, hogy meg fogja újítani? Nem tudom. Köszönjük szépen. Köszönjük. Én is kapok egyet. Szólót őrizzem meg. Te azt tudod. Szólót a Jóskának. Jó. Köszönjük szépen, és az itt lévőket most meghívom egy forraltból, egy kis pogácsára, egy kis nyers borra is, ami nem forralt, az ugye ezek szerint nyers. és a hordót előtte átgurítjuk itt hivatalosan, és a Gábor az, aki, amiket elmondtam, önöket kiszolgálja. Úgyhogy következzen a hordó, amiben nincs sör, mert ma bort iszunk, ideg van már.